Az idei évben is megrendezték a hivatásos vadászok országos versenyét. A vadászkamara hagyományos éves megmérettetésén idén minden vármegyéből az ottani válogató győztesei, azaz 19 induló versengett, hogy megtudják ki 2024 legjobb hivatásos vadásza. De ne szaladjunk ennyire előre, fontos tisztáznunk, mivel is foglalkoznak a hivatásos vadászaink. Én úgy gondolom azt, hogy valaki képezze magát és hogy tanuljon, azt külön nem kell elmagyarázni, hogy miért fontos, főleg akkor, hogyha fiatalokról van szó. Ez szerintem egy alapdolog a mai világban minden fiatal, minden szakmánál egyébként egy alapdolog. A hivatásos vadászoknak különösen fontos, hiszen ezek a fiatalok, akik ide jönnek és képzik magukat, hát egy kicsit rosszóval fogom mondani, de őket azért úgy ki tudjuk rakni a kirakatba. Tehát meg kell mutatnunk azt, hogy mi ez a szakma. Nagyon fontos mindenféle szempontból, hogy ez egy mennyire komplex, összetett szakma, hogy itt az anatómiától elkezdve a kinológián, a zenén és mindenen keresztül nagyon sok mindent kell tudni egy hivatásos vadásznak, és nagyon fontos, hogyha vannak olyan fiatal emberek, akik versengenek, ha első lesz, ha második lesz, mindegy, hogy hányadik lesz, hogy őket meg tudjuk mutatni, akár a szívészvérnek is, igen. Aki ezt utána csinálja, egy egész nap megy, hiszen a vadászat egy annyira összetett és komplex dolog, hiszen annyi szegmensből áll, a gasztronómiájától elkezdve a sportlövészetéig, az anatómiáján át, hogy mire ezt valaki megtanulja, és mondjuk művészi szinten űzi, hogy úgy mondjam, addigra biztos, hogy idős vagy öreg ember lesz. Egy rövid eligazítás mind a versenyzők, mind a bírók részére, majd a terepi megmérettetés következett. Ezen feladatok azt a célt szolgálják, hogy tudásuk lehető legszélesebb köréből adjanak számot a versenyzők. A különböző pontokon a mindennapi életben alkalmazott tudásukat kell megmutatni a legjobb címre pályázóknak. A hivatásos vadászok országos szakmai versenyén az egyik versenyszám a növény ismeret. Ebben a versenyszámban 10 darab fajt kell teljes faj nevén helyesen megismerni. Ebből 5 darab fás növény, fa, illetve cserjefajok, és 5 darab pedig, ami termesztett takarmánynövény, az agrárium teljes vertikumát átfogja, gabonaféléktől a vadföldnövényeken át, egészen a vetőmagokig kell a versenyzőknek felismerést tennie. Jelen pillanatban mi vagyunk a negyedik állomás a mai napon a versenyzők számára, de ebben mi vagyunk a legelsők, akik a trófeabírálatot próbáljuk abszorváltatni velük. Itt a feladat az, hogy van 5 trófea kirakva, ebből jelen pillanatban 2 őzvak, 1 dámszarvas, illetve 2 gimbikának a trófeája. És ezeket a versenyzőknek minősítenie kell, ez azt jelenti, hogy meg kell határozniuk a korosztályukat, illetve az, hogy lőhető vagy nem lőhető. Itt a társas vadászatok előtti eligazítást kell a versenyzőknek eljátszani. Kvázi aki a milyen megyéből érkezett, ő választhat itt a két feladatsor között, hogy vagy apróvadas, vagy nagyvadas társas vadászatnak kell elmondani a társas vadászat szervezésével kapcsolatos dolgokat, illetve a legfontosabb balesetvédelmi rendszabályokat. Több országos versenyen részt vettem már, és úgy érzem, hogy itt ez a verseny, ez azért kicsit megfogott bennünket. Finoman kifejezve magam, tehát megfogott, mert húzós volt. Könnyemre gondoltuk, de voltak olyan speciális kérdések, ami ugye az itteni Vas megyei, illetve az itteni helyszínhez kötődtek, és ugye hát azok annyira ismeretlen volt, hogy nem is tudtunk rá nagyon sokan válaszolni. Tehát mindenképp minőség, jó verseny. Az elmúlt években bőven akadt feladata az Országos Magyar Vadászkamarának, amivel meg kellett birkozzon. Mindezek mellett is a kamarának töretlen célja, hogy hivatásos vadászaink a lehető legfelkészültebbek legyenek. Most szeretnénk egy kicsit
súlypontot áthelyezni, méghozzá a fejlesztésekről a humán erőforrás irányába. Mert úgy gondoljuk, hogy ahogyan eddig is, a jövőben pedig teljesen egyértelműen, hogy tudjuk tartani a magyar vadgazdálkodás elért színvonalát, abban meghatározó szerepe van a szakszemélyzetnek, a hivatásos vadászoknak, vagy köznyelven a vadőröknek. Ez a versenysorozat már nagyon régóta megrendezésre kerül az országban, válogató versenyek, majd pedig az országos döntő, és itt gyakorlatilag a hivatásos vadászoknak a nyugodt lelkismerettel mondom, a legfelkészültebb, leginkább a szakmában otthon levő krémje jelenik meg. Ez fontos abból a szempontból is, hogy mutassuk a többi hivatásos vadásznak, hogy ez a színvonal, ezt szeretnénk elérni, mindenki próbáljon ehhez fölzárkózni, és ehhez megpróbálunk megteremteni egyéb feltételeket is. A verseny eredményesen lezajlott, és nem maradt más hátra, mint kiosztani a díjakat. Idén a hivatásos vadászok országos versenyét a Heves vármegyéből érkezett Tomec Nándor nyerte, ezzel 2024-ben ő lett az ország legjobb hivatásos vadásza.